Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, és ezúttal a transznemű sportolókról lesz szó, arról, hogy milyen hatással van ez a sportra, illetve maga az egész mozgalom a társadalomra. Meg fogjuk nézni Pierce Morgan Uncensored csatornának egy videóját, legalábbis egy részletét, illetve néhány hírrel kiegészítve azt, Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ahogy arról már sokszor szó volt korábban is, a hazugság az hosszú távon Nehezen fenntartható, ha egyáltalán fenntartható, ugyanis a hazugság újabb, kisebb, nagyobb hazugságokat igényel, ugyanis a lyukakat, amik támadnak az egész hazugságnak a szövetén, azokat el kell fedezni valamivel. Az igazságban az a nagyszerű, hogy az igazság nem szorul rá újabb részigazságokra vagy hazugságokra, az igazság az csak az igazság marad és örökké bármilyen perspektívából nézve az igazság az mindig az igazság lesz. A világban azonban nem az igazság uralkodik, hanem a hazugság. És ezt egyszerűen mindenki ki tudná deríteni, hogyha egy kicsit próbálgatná azokat az ideológiákat vagy filozófiákat megérteni, illetve azok felszíne alá mászni, amelyek úgy tűnik, hogy vezérlik az emberiségnek a gondolkodását és a sorsának a menetét. A transznemű mozgalom egy tökéletes példa erre, hogy a hazugságot nagyon nehéz fenntartani hosszú ideig. Persze, ugye a másik dilemma ezzel kapcsolatban az, hogy hogy lehetséges, hogy ilyen rengeteg embert magával tud ragadni ez a gondolat, miközben azok számára, akik megmaradtak a valóság és az igazság talaján, fájdalmasan egyértelmű, hogy az egész elgondolás az hibás már az alapoknál kezdve, hiszen egy férfi soha nem lehet nő, nő meg nem lehet férfi. Társadalom szinten még nehezebb fenntartani ezt az egész gondolatot. És én még csak nem is vagyok azon az állásponton, hogy nem lehet egy biológiai férfit neveléssel női női tulajdonságokkal, meg karakterisztikával felruházni, mert úgy gondolom, hogy lehet, mint ahogy látjuk is azt a világban. És én részben egyetértek azzal, hogy a férfi és a nő szerepek azok nagyban behatároltak a tradíció, illetve a hagyomány által. A másik oldalon azonban meg kell értenie mindenkinek azt, hogy a férfi és a női szerep bár a tradíció és a hagyomány által meghatározott, Gyökerezik egy biológiai valóságban, és az, aki hímneműnek született, az férfi lesz, aki nőneműnek született, vagy idézőjelben nősténynek, az meg nő lesz. Bizonyos fokig tehát igenis manipulálható az embernek a szociális vagy társadalmi neme, de nem lehet végérvényesen és teljes mértékben azt átalakítani. Hogyha lemegyünk egyel alacsonyabb fokozatra a biológiai nem, vagy ivar, hogyha állatokról van szó, meghatározásához azt végképp nem lehet megváltoztatni. Az csak egyszerűen az, aminek az ember született, és ezt a kromoszóma eldönti. Ezért mondom azt, hogy hogyan is lehetséges az, hogy oly hatalmas tömegek mégis ez ostobaságnak a bűv körébe beleesnek, és aztán menetelnek, az egy rejtély. Feltételezem, hogy számos faktor játszik közre ebben. Az egyik mindenképpen ezek közül az oktatási rendszer, azután a média és a szórakoztatóipar, de a tudomány is ott van szorosan ezek mellett, ami manipulálja az emberek elméjét, hogy elfogadják ezeket a természetellenes bizarr elgondolásokat és ideológiákat, mint például a transznemű ideológia. Még csak nem is azt szeretném mondani, hogy nekik nincs létjogosultságuk, vagy pusztuljanak el, mert nekem végül is majdnem, hogy csak mindegy, hogy mit csinálnak az emberek. Szeretném, ha megismernék az igazságot, és ők is támogatnák a teremtő munkáját, és segítenék elő azt, és együtt dolgoznának vele, megismernék őt, és az életük olyan nagyszerűvé válna, mint az enyém. Azonban direkt hatása nincs az én életemre, legalábbis egyelőre, bár hogy mennyi ideig marad ez így, azt nem tudjuk. Még egy apró adalék az, hogy én nem gondolom, hogy Pierce Morgan most már a jó oldalon áll, és lehetséges ekkora követő tábor, illetve ekkora népszerűségnek szert tenni, anélkül, hogy az ember ne tolná az ellenségnek a szekerét, különösen olyan szinten, ahol ő van. Viszont a szerepe úgy tűnik, hogy az, hogy a társadalomban szítsa a feszültséget, ami amúgy is jelen van, szükség van mindkét oldal hangjára a populáris médiában, különben nem alakul ki a társadalomban a feszültség. Hogyha bárki azon morfondírozna, hogy mi szükség is van egyáltalán mindkét oldalra, miért nem csak ezt a propagandát nyomják száz százalékában az időnek, azért, mert akkor nem lenne a társadalomban a változásra, igény, sőt a másik az, hogy akkor kialakulhatna egy közösség a társadalomban. Úgyhogy mindenki akkor egyet értene, és az azt jelenteni, hogy a társadalomban az emberek össze tudnak fogni. Így hát a dolog természeténél fogva szükség van mindig ellenzékre, illetve azokra a hangokra, amelyek nem értenek egyet bizonyos állásfoglalással, amelyet a világot uraló és irányító elit Szeretne, hogy mi gondoljunk. Nagyszerű példa erre a bal és a jobb oldal. Nyilvánvaló, hogy az elit törekvése az egyfajta baloldali, szocialista, kommunista, liberális diktatúra. Azonban, ha folyamatosan ezek a hangok lennének túlsúlyban, annyira, hogy a másik eltűnne az ellenzékek, mert ugye van többféle ellenzék, akkor kialakulhatna az emberek között egy összetartás, hiszen egyé kovácsolódnának. Azonban szükség van ezért, hát, hogy ezt megtörjék, minél több törésvonalat tudnak létrehozni a társadalomban, annál egyszerűbb irányítani a tömegeket, mert azok el vannak foglalva azzal, hogy egymással háborúzzanak, hogy kinek van éppen igaza. Ez ozd meg és uralkodnak hívják, ami még a római császárság korai időszakában ez a filozófia, vezetés filozófia megfogalmazódott, és azóta úgy tűnik, hogy ez verhetetlen ez a stratégia. Csak figyelje meg mindenki, hogy amint felröppen bármiféle elképzelés, akármilyen újdonság, rövidesen megjelenik annak a gyökeres ellentétét állító csoportosulás, és aztán idővel azok is feloszlanak, aztán lesznek ilyen különböző alternatív irányzatok ezeken belül, végül pedig minden mozgalom széttörödezik milliárd darabra. A laposföldre, ha gondol bárki, mikor megérkezett a gondolat a laposfölddel kapcsolatban, akkor nevetségesnek tartották az emberek. Azóta már el is felejtették, de van végtelen változata. Az egyik holografikus univerzum, de van a biblikus verzió, ami a Biblián alapszik, van a szimulációs verziója ennek, akkor, hogy az univerzumban van egy nagyobb terület a jégfalunk kívül, ahol több egyéb általunk elérhetetlen régió található más lényekkel, élettel, stb. Elképzelhetetlen sok ötlet kialakult az idők során. Lehet, hogy ez szögletes mégis, akkor egyik részén le lehet menni, visszajön az ember a másikba. Szóval a lényeg az, hogy legyen sokféle elképzelés, így az emberek nem tudnak megegyezni, és elkezdenek vitatkozni azon, hogy melyik a valós, miközben soha egyiket sem lehet majd bebizonyítani, hiszen nem áll rendelkezésünkre olyan adat, legalábbis az úgynevezett tudomány szerint, amelyel meg tudnánk tenni a bizonyítást, hogy elfogadható legyen a többség számára. Na térjünk vissza akkor Pierce Morganhez, mert érdekes dolgokat mond, és én javaslom mindenkinek, hogy nézze ezt a műsort, hogyha angolul beszél, mert érdekes volt számomra, én nem gondoltam, hogy a mainstreamben ennyire a jelenlegi liberális vonulatnak ellentmondó hangokat fogok találni, különösen olyan kaliberű emberektől, mint mondjuk ez esetben ő. Two pairs of glasses. On any given day, there are a lot of news stories which make me very unhappy. Not least of which, Arsenal nil, Brighton three. we'll, we weren't intruding into private grief, but they prove that common sense is dead. Ugye a, a józan ész, a józan parasztész, az halott, és nem is lehetne Jobban kifejezni ezt, a józanész az valóban úgy tűnik, hogy halott különösen a fejlett, fejlettnek mondott nyugati országokban. 2015-ben egy férfi belépett, vagyis részt vett a női hajós-evezős versenyen. Ez a felvétel, ahol Sara Gibson ugye a hölgyek között versenyez egy egyetemi versenyen, bár ez nem volt azt hiszem, hogy a teljes verseny, hanem csak egyfajta tartalékosoknak volt egy ilyen mérkőzésük. A lényeg azonban az, hogy a Daily Mail az beszámolt erről, még akkor is, hogyha ugye 8 évvel később 2023 májusában, mint ez utóbb kiderült, részt ez a transz nő, ebben a 2015-ös hajó versenye. Ugye senkinek nem is mondták ezt, és nem is kérdezhetett ezzel kapcsolatban senki a része ők közül. Ugye mostantól a börtönőröknek megtiltották, hogy elítéltnek hívják az a börtönben fogvatartottakat, hogy nehogy az felzaklassa őket. Csak egy részét tudom megmondani a The Telegraph cikkének, ez a weboldalukon jelent meg. Ugye még ők is azt írják, hogy ez egy nonsense szabályzat, amely megtiltja, hogy a bűnözőket elítéltnek, vagy volt elítéltnek hívják. Zöldre kiemeltem, akit érdekel, hogy az őröknek felhívták a figyelmét arra, hogy ne hívják a bűnözőket elítéltnek, mert ez a szóhasználat sértő lehet azok számára. Mi -mi. 10 százaléka, ami bizar nagyon, 10%-a a, a tinédzsereknek nemet szeretne változtatni. 2023. május 14-ei ez a cikk, és ez a dailymail.co.uk vagy UK, ahol arról írnak, hogy egy bajos riport úgy találta, hogy 10-ből egy iskoláskorú gyerek, szeretne nemet változtatni, vagy pedig már meg is tette? Ugyanebben a felmérésben arra jutottak, hogy a tínédzsereknek az egy harmada tanul arról, hogy egy nőnek lehet férfi nemi szerve. Felfette azt is ez a tanulmány, hogy azáltal, hogy ennek a woke ideológiának a hatása alatt vannak a tínédzserek, ez őket befolyásolja, és ezért szeretnék megváltoztatni a biológiai nemüket. Tehát hatással van a propaganda ezekre a gyerekekre, és ez a Daily Mail, aki erről ír. Ez a woke kifejezés egyébként a wake felébredni egyszerű, múltidejű alakja az angolban, és tartalmilag az waken vagy felébredt jelentésű szóval rokonítható, úgy, mint hogy az ember felébred, mint a mátrixban, hogy most már te felébredtél és látod a valóságot annak, ami. Miközben természetesen a többség nem látja, csak azt gondolja, hogy érti a valóságot, és azért gondolja azt, mert van ismerete azzal kapcsolatban. Nem érti ő azt, csak rendelkezik az információval. Hogy ez mennyire súlyos egyébként, ez a vók propaganda, és Magyarország milyen kényes helyzetben és pozícióban találja magát a nemzetközi politikában, azt hiszem, hogy ezt nagyszerűen összefoglalja ez a rövid videó Orbán Viktortól. Ha azt mondod, hogy a gender és az LMBTQ mozgalmak a gyermekek szexualizálását jelenti, akkor megvádolnak, hogy elárulod a nyugati értékeket. Ha azt mondod, hogy az egyetemeken nem vók ideológiai képzés kellene folytatni, hanem az igazságot kellene keresni, akkor az akadémiai szabadságot támadod. Ha azt mondod, hogy a háború nem érdeke a nyugati világnak, akkor rácsütik, hogy Putyin szekerét tolod. Mi már unjuk ezt kicsit itt Pesten, de nem vehetjük félváról. A progresszívek legújabb birodalmi külpolitikai célja az, hogy az Európai Unió tagállamaitól elvegyék a saját külpolitikai jogát. Meg kell őket állítani, ez lesz az előttünk álló hónapok legnagyobb csatája Brüsszelben. Ha az... Letételezem így érthető, hogy miért esik oly sok szó most az infóbában, mostanság legalábbis erről a transznemű mozgalomról, illetve ezekről az ideológiákról. Azért, mert ez nyilvánvaló, hogy mindenféle tradicionális értékrendet ez veszélyeztet, és komoly támadás alatt van az a fajta erkölcs és morál, ami eddig eljuttatta az emberiséget, kifejezetten gondolok itt a fejlettebb nyugati országokra akik mentek mindvégig a judeo keresztény erkölcsiségnek a farvizén evezve. Ez a világ azonban a végéhez közeledik, persze a kereszténység állapota is azt hiszem, hogy tükrözi ezt, hisz az nem is lehetne már lejjebb, bár úgy gondolom, hogy a jövő az még hozhat meglepetéseket, mint ahogy fog is, hogy hova fog süllyedni majd a kereszténység, ha egyáltalán ez elképzelhető most. Na most ez az ideológia, ez a woke ideológia, amit ugye úgy hívott Orbán Viktor is, vagy ez az öntudatra ébredt ideológia, azt tanítja, 20%-a gyerekeknek már hallott arról, hogy egy férfi az teherbe eshet. Én hiszek önmagamban, hiszek a keratításomba. Ezekkel az új kutatási eredményekkel kapcsolatban most már, illetve ezek nyomán felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy milyen káros hatása van azoknak a képi szexuális nevelő eszközöknek, amelyeket ezek a fiatalok látnak, illetve amikkel kapcsolatba kerülnek az iskolákban. Parlamenti képviselők, illetve szülők egyaránt azt mondják, hogy pszichológiai és szociális kísérletnek vetik alá a gyerekeket. Miriam Kécz, parlamenti képviselő, itt ezen a fotón látható volt az egyik, aki azt mondta, hogy ez nem mehet tovább, ugyanis ez egy társadalmi, illetve Pszichológiai kísérlet most a mi gyerekeinken itt a gyakorlatban. Azért mondják azt, hogy ez egy kísérlet, mert nem áll rendelkezésünkre elegendő adat arra nézvést, hogy milyen hosszú távú, vagy legalábbis kö középtávú következménye lesz annak, hogy ilyen fiatal gyerekeket kitesznek ezeknek a grafikus ábráknak, illetve ideológiának ilyen széles körben a társadalomban. Nem lehet tudni, hogy milyen hatást fog ez kiváltani majd a jövőben ezekből az emberekből, de már látjuk, mert hogyha körülnézünk és olvassuk ezeket a híreket, akkor tudhatjuk, hogy ez igen káros hatással van, mármint hogyha szeretnénk akármilyen morált vagy erkölcsi normát betartani, még így a jövőben meg élni hosszú távon. Piers Morgan vendége egyébként Gád Szád, aki egy evolúciós viselkedés kutató és író. Egy szakember, ez a lényeg valójában, amire mindenkinek emlékeznie kell, tehát nem csak betért onnan gipszi akab, és akkor elmondja, hogy szerintem mi a szituáció, hanem ez egy szakember, akinek ez a fajta viselkedés, illetve ez a viselkedésnek ez a szektora, a kutatás témája, hogy az evolúció során, legalábbis szerintük evolúció során az emberi viselkedés hogyan, miként és miért alakult úgy, ahogyan most azt látjuk. Yeah, so it all, well first, thank you for having me, Piers. Uh, it all stems from, regrettably, I'm saying this as a professor, it all stems from, from, the university ecosystem. It takes academics and intellectuals to come up with some of the uniquely dumbest ideas. And so each of these ideas, intellectuals to come up with some of the uniquely dumbest ideas. Tehát azok a, az egyetemen tanítók, kutatók, akik ezekkel az ostoba ötletekkel előállnak. Egyébként az ő könyve az itt a háttérben jobbra látható, a The Parasitic Mind, vagyis a Hát a parazita-szerű elm, ami arra utal, amiről most is beszélni fog, hogy ezek az ideológiák úgy működnek, mint a paraziták befészkedik magukat az elmébe, és aztán, a megtámadják, azt átveszik a hatalma. So és ezeket eszme kórokozónak hívja, úgy, mint hogy a posztmodernizmust, például elme, eszme kórokozó, amiről beszéltem az előbb. Militant feminism, social constructivism. Social, konstruktivizmus uh, az azt jelenti, hogy a, a, társadalom alkította ki például a nemeket, tehát a nemek nem léteznének a természetben, ezek csak társadalmi konstrukciók, amik az emberek alkottak meg, egyébként a valóságban nem léteznek, például ez egy. De a, ezek a feminizmusról is ezt mondja, különösen annak a militáns formáiról. És az a baj ezekkel a parazitaszerű szerű eszmékkel, hogy megszüntetik a józan észnek és a józan ítélő képességnek a hatását. Tehát felfajják azt az elmében, és átveszi a hatalmat ez az ideológia, ami egy nagyszerű hasonlat és gondolat. Postmodernizmus, for example, that there are no a posztmodernizmus azt érdemes mindenkinek utána nézni, ennek a dolognak kicsit részletesebben, de a posztmodernizmus azt állítja, hogy nem létezik, egy abszolút igazság, ez az, amit mindenki ismer, hogy ez a te igazad, ez az én igazam, ez az ő igaza, és ehhez hasonló gondolatok. Even thinks that the average three-day-old pigeon would recognize as biological fact is actually up for debate, and this is how we end up erasing all of the common sense that uh, gives us shared meaning. So that men now who have nine-inch penises can be women; they simply have to declare themselves women, and voila, they become women. Ez, ez, az oka, ezek a parazita-szerű ideológiák, meg eszmék, amik a, a társadalomban, a médiából, a tudományból, a szórakoztatóiparból bejutnak a, az emberiségnek a kollektív elméjébe, hogy ezek megtámadják a józanészt, és aztán ott elszaporodnak, és látjuk azt, amit látunk magunk körül a világban. Nagyon érdekes a gondolat egyébként. De Jordan Peterson is beszél erről valami hasonlót. Itt az őt különböző dolgokkal vádoló egyetemi professzorokról a következőket állítja. Amit én hallok, mikor ezek az emberek beszélnek, kifejezetten most itt egyről van szó, de amit én hallok, az nem ez az ember mondja azt, nem őket hallom. Nem úgy értem, hogy ő nem egy személy, I do not mean that. I mean that he's possessed. possessed by, a <coughs> by this ideology. Just like a medieval person was possessed by a demon. By this ideology. Just like a medieval person was possessed by a demon. Pontosan úgy, ahogy a középkorban az embert megszállta egy démon. És amikor hallgatom ezeket az ideológokat beszélni, akkor mindaz, amit hallok, az csak ezek a démonok össze-vissza hadoválnak. Tehát... Ezért nincs rám hatása valójában. Olyan ez, mint egy automatikus terméke egy algoritmuson alapuló, vagy algoritmus szerint működő gépezetnek. Ezek az emberek magyarán megszállottak ezen ideológiák által pontosan úgy, ahogy emberünk mondja itt ebben a nyilatkozatában, hogy ez az eszme ideológia parazita megszállja az elméjét, és onnantól kezdve átveszi az irányítást. Ez a lényege mind a kettőnek. Magyarul pontosan úgy működik a tudomány is arra a konklúzióra jutott, amit a Biblia 2000 éve magyarázott, hogy van egyfajta spirituális erő, ami megszállja az embert, és aztán kénye kedve szerint irányítja azt. De nézzük mi az, ahogyan folytatja. Exactly. Szóval I, I right? so az a nagyszerű ezekben az ideológia kórokozókban, vagy parazitákban, hogy megszabadítanak minket a valóságnak a bilincseitől. Így nem kell szembenéznünk azzal, ami a, a kétségbe vonhatatlan valóság, ami körbevesz minket, hanem élhetünk ebben az álomvilágban, Pontosan úgy, ahogy egy démoni megszállott él. I don't wish to be nem akarom, hogy a biológiai nemem az korlátok közé szorítson, nem baj. I just have to use the magic wand of the trans prefix and I could be whatever I wish to be. Akkor csak használom azt, hogy trans, akármi vagyok, és mágikus módon meg tudok szabadulni a fizikális valóságnak a korlátaitól, és azt képzelhetem, hogy én az vagyok, ami szeretnék lenni. Social constructivism is another freer from, from reality. Ez a szociál konstruktivizmus, amiről szó volt az előbb a nemekkel kapcsolatban, hogyha szélesebb körben gondolunk erre. Ez az az ostobaság, amit a pozitív gondolkodók ezeken a tanfolyamokon, meg különböző előadásokon hirdetnek. Hogy csak el kell képzelned, hogy bármit elérhetsz, hogy végtelen potenciál van benned és hogy az vagy, ami akarsz, és pusztán az tart vissza, hogy a gondolataid olyanok. Nagyjából erről az pozitív gondolkodás, de ugye ez azt jelenti, hogy ha úgy alakítjuk a környezetet, akkor mindenkiből lehet a következő Messi vagy Ronaldo, ami nevetséges. És ez a annak ellenére, hogy egy nemes elgondolás, ez csak divessető függetlenül is az emberi természetben gyökerezik. Also the thing about Ronaldo and Messi I know Cristiano very well. And and whether it be the soccer players that you mentioned or the world that I inhabit in Academia we used to be proud of the ethos of meritocracy. Mostuma Now... a, a következő ami felé haladunk az az és ezt megfigyelhetjük a világban de megfigyelheti mindenki saját életében. A meritokrácia az azt jelenti, hogy az ember teljesítményén alapszik az, hogy mi az, amit elér a társadalomban. És a, ez a szellemiség határozta meg a világot mindez idáig. Nem csak a nyugati világot, hanem mindenhol a világban. Nyilván az ember teljesítményét különböző faktorok azok, amik összeadják, az egyik az, hogy milyen adottságokkal született, a másik pedig az, hogy milyen környezetbe született. És én nem azt mondom, hogy bárkiből lehet bármi, mert ez egyáltalán nem így van. Ami, amiről beszélek az az, hogy van, amit örököltünk tulajdonságokat, illetve vannak, tulajd... vannak ahogyan ezek a tulajdonságok ugye megjelennek, illetve kibontakozhatnak, és azt a szociális környezet az befolyásolja nagy mértékben, úgyhogy nem lehet bárkiből bármi, elég sok faktor van, ami közre játszik. de a meritokráciának mégis az a nagyszerűsége, hogy az embert azt nagyjából a teljesítménye alapján ítélik meg a társadalomban, míg most eljutottunk oda, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem mindenki egyenlő, és most már csak ha vagy, akkor is egyenlő tagja vagy a társadalomnak, függetlenül attól, hogy mennyit járulsz hozzá a társadalom kollektív teljesítményéhez. Now that's viewed as a form of white supremacy. Now it's my skin color, it's my gender orientation, it's my sexual orientation. És mostantól a bőrszín, a nemi beállítottság, a szexuális irányultság, vagy a vallás az, ami meghatározza, vagy a számtalan ilyen különböző fragmentált csoport ideológiájának egyike, ami meghatározza, hogy én nekem igazam van-e, vagy nem. It's grotesque, it's an attack on the most fundamental deontological principles that define the enlightened societies that we all are proud of, and this is why I am so irreverent and fighting against all this nonsense. Ez a fajta hozzáállás az emberiségnek, ez mindig rosszat jelent, ez rosszat jelentett már 2500 évvel ezelőtt is nagyjából, amikor Ézsaiás jövendőlte azt, hogy jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, a jót pedig gonosznak, és akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Ezekre az emberekre vonatkozik, akik ma is ezt az ideológiai változást előidézik, és magukévá teszik. Azért, mert az, ami eddig jó volt, ami jónak számított, az teljes mértékben megváltozott, és mostanra az valami gyűlöletes dolog lett a társadalomban. Ez mindig egyfajta lázadás szellemiségének már a tünete, illetve persze a végkifejlete is ez lesz, hiszen a lázadás azt jelenti, hogy elfordulok attól, amit az atya helyesnek talál, és cselekszem azt, ami a szívemben van, és az mindig a gonosz lesz, hisz az ellenség az, aki az emberiség nagy részét manipulálja. Bízom abban, hogy ez értető volt, amit szerettem volna a befejezés előtt. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Emlékezzen mindenki arra, Ugye a jó és a gonosz közötti küzdelem az igenis valóság. Bármennyire is nehéz azt ma elképzelni, a több évtizedes programozás eredményeként nyilván az embernek megkopott a józan ítélő képessége, azonban most mégis van lehetőségünk arra, hogy visszanyerjük azt, függően attól, hogy mi az, az ismeret, amit magunkévá teszünk, mik azok a tartalmak, amikkel kapcsolatba kerülünk, mi az a társaság, akivel körülvesszük magunkat, és hogy végső soron hallgatunk-e az atya hívó szavára, vagy pedig nem. Könnyű hallgatni azokra a hangokra, amelyek visznek el minket a világ felé, mondván, hogy mindenki ezt csinálja is. Ez természetes, és a többség nem tévedhet, meg pont te vagy az, aki rájöttél, meg honnan is tudhatnád, meg ki vagy te azonban az igazság az a másik oldalon van és hogyha nem hallgatunk az atya hívó szavára akkor könnyen lehet, hogy egy ponton elveszi a türelmét és egyszerűen csak magunkra, hogy onnantól kezdve pedig valóban a jó az rossznak fog tűnni és mindaz, ami gonosz, az pedig jónak. Ebben a cipőben jár a világ és lakosságának túlnyomó többsége. Köszönöm a figyelmet, ez volt a különös dolgok itt az infobaba.hu weboldalon. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Hamarosan találkozunk. Halleluja!